A világban körülbelül 100 millió ikerpár él. Az egyik ilyen pár Luca és Sári. Anna és férje tudatosan készültek a családalapításra, de nekik is nagy meglepetés volt, amikor az ultrahang két babát mutatott. Igazából gyermekkorom óta arra gondoltam, hogy mennyire jó lenne ikreket szülni, hát ez megadatott, úgyhogy nagy az öröm. A terhesség első egyharmada volt számomra kicsit nehezebb. Ugye nincs viszonyítási alapom, milyen lehet egy egyes terhesség, de relatíve simán ment az egész. Az ikrek között különleges lelki kapcsolat van, amit Anna azonnal észrevett. Gyakorlatilag az első hetektől kezdve, hogyha egymás mellett feküdtek, most például a Luca nevét mondja a Sári, valamit szeretne neki nagyon mondani. Az első hetektől kezdve fogták egymás kezét, hogyha egymás mellett feküdtek. A szöszi lányok két petélyű ikrek, így az egyetlen hasonlóság köztük jelenleg a hajuk színe. Anyukájuk szerint a személyiségük is nagyon különböző. Luca az, aki inkább műszaki érdeklődésű, nagyon lekötik őt a gépek, a különböző eszközök, szerszámok, teljesen erre fogékony. Sári az, akit inkább leköt hosszabb ideig egy-egy kirakós, vagy a rajzolás. A lányok nagyon szeretnek játszani, ügyesen bánnak a fajátékokkal, saját könyvtáruk van, egy kis túlzással már majdnem ők mesélnek az anyukájuknak. Hol van a labda? Kitalálja meg, hová bújt el a labda? Ott van, igen. Anna nagyon odafigyel mindenre, amit a lányok esznek vagy isznak. A hozzátáplálással nem is volt gondjuk, ma már együtt eszik a család. A folyadékpótlás viszont nagy kihívásnak bizonyult. Sárinál kell mindenféle trükköt bevetni. Ő nehezen iszik, néha szívószállal, néha kanállal, néha gyümölcslevet, néha teát. Hát ez az a hangulatától függ, hogy éppen mi válik be, próbálkozni kell. A szülőknek sokszor nincs könnyű dolguk a folyadékpótlást illetően, amikor a gyerekek víz helyett valami édes italért hisztiznek. Ilyenkor nehezebb olyan megoldást találni, ami a gyerkőcöknek is tetszik, és még egészséges is. Dr. Tausz István gyermekorvos szerint jobban járnak a szülők, ha elkerülik a cukros üdítőket. Az édes cukros folyadékoknak több veszélye van. Egyrészt a fogakat tönkreteszi, mindenki már látott olyan óvodáskorú gyereket, akinek elől, a medszőinél itt egész elől ilyen csonkfekete fogai vannak. A másik probléma, hogy az étvágyat elveszi. Tudjuk, az édes italokból sokkal többet iszik a gyerek, mint amennyi, ahogy mondtam, az én folyadékpótlásra neki szüksége lenne. Az édes italokat megkülönböztethetjük úgy is, hogy tartalmaznak-e hozzáadott cukrot vagy sem. Önök kitalálják, hogy egy pohár ízesített ásványvízben, kólában, gyümölcslében vagy gyermekitalban mennyi cukor van? A kísérlet a következőképp alakul. 2 deciliter ízesített ásványvíz 2 darab kockacukornak megfelelő hozzáadott cukrot tartalmaz, míg 2 deci kóla több mint 6 darabot, a gyümölcslé pedig 4 darabot. Vannak olyan gyerekitalok, amelyek ásványvíz és gyümölcslé elegyéből készülnek, hozzáadott cukor nélkül. Ezekben az italokban a gyümölcscukor pont annyi, mint egy szép piros almában. A természetes gyümölcscukor 2 egységnyi kockacukornak felel meg, de fele annyi energiát tartalmaz, mint a fehér cukor.